Módosulnak a testnevelési egyetem fejlesztési tervei. Kisebb lesz a beépítés a Csörsz utcában, és érintetlen marad a park. Egyedülálló kutatás, a kutyák öregedését vizsgálják az ELTE és az MTA tudósai. Bemutatkozik a frankofon kultúra, filmvetítésekkel és kulturális programokkal jön a Frankofon Fesztivál. A budai híradót látják, 19 órakor jó estét kívánok! Kisebb lesz a beépítés a Csörsz utcában, érintetlen marad a Csörsz park, az atlétikai és labdarúgó pályát pedig nem fedik be. Többek között így változtatott korábbi tervein a testnevelési egyetem a lakókkal és az önkormányzattal folytatott egyeztetések hatására. Az egyetemet 2018-ig több mint 36 milliárd forintból fejlesztik. Megújulnak a műemléképületek, új sportpályákat és kollégiumot alakítanak ki, valamint növelik a zöld felületek nagyságát. Egy nagyon ambiciózus fejlesztési terv pontosul. Bizonyos tekintetben a környéken élő lakók, akár az önkormányzat által felvetett szempontok alapján. Jó, hogy sikerült egy olyan kompromisszumot találni, hogy a szakmai tartalom nem csorbul, azok a célok, amiket az egyetem maga elé tűzött, azok nem kisebbettek, ugyanakkor jobban figyelembe veszi azokat az adottságokat, amit a környék, az itt élők szempontjai jelentenek. A lakossággal és a hegyvidéki önkormányzattal folytatott egyeztetések hatására több ponton is módosította fejlesztési elképzeléseit a testnevelési egyetem, jelentette be Mocsai Lajos, az egyetem rektora. A lakók egy része ugyanis korábban attól tartott, hogy a Csörsz utcai létesítmények megépítése növelné a környék terhelését, forgalmát és zajszintjét, illetve azt is kifogásolták, hogy az atlétikai pálya belelógna a szomszédos parkba. A most bemutatott koncepció szerint azonban már jóval kisebb beépítés valósul meg az egyetem Csörsz utcai sporttelepén. Arra kértem a tervezőket még másnap, amikor a lakossággal együtt voltunk értekezleten, hogy egy négyzetcentiméterrel ne nyúljon át a parkba a testnevelés egyetem létesítménye, és az ott lévő mínuszba jelentkező területet egy másik területen a terület itt az Alkotásúti kampuszba fogjuk realizálni. A Csörsz utcai fejlesztés az Alkotás út, Hegyalja út felőli területre koncentrálódik. Itt egy multifunkcionális csarnokot hoznak létre, részben a föld felszín alá süllyesztve, így nem lesz magasabb 18 méternél. A korábbi elképzelésekkel ellentétben a labdarúgó pálya és az atlétikai pálya nem lesz befedve. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, több mélygarást és felszíni parkolót is kialakítanak. A Csörsz utcai épületeket pedig úgy helyezik el, hogy egyik se legyen 100 méternél közelebb a lakóházakhoz. Én azt gondolom, hogy ez egy eredményes időszak, amit magunk mögött tudunk, nem volt egyszerű. Talán még a tegnapi nap is egyeztettünk az állami főépítész asszonnyal, a testnevelési egyetem tervezőivel, munkatársaival, a miniszteri biztossal. Három-négy kérdés körvonalazódott itt a társadalmi vitában, ami a lakókat aggodalommal töltötte el. Az első a park kérdése. Ebben azt gondolom, hogy dűlőre jutottunk, a testnevelési egyetem fejlesztése, bővítése nem érinti a Csörsz parkot, az érintetlen marad. A másik az épület magasság. Úgy látom, hogy az új tervek nem számolnak már a nagy fedett atlétikai körrel, illetve a futball és atlétikai pálya lefedésével. A legközelebbi épület, ami a mostani Csörsz pályán elhelyezésre kerül, ez közel 100 méterre lesz a házak falától. Nincs olyan alacsonyan járó nap, ami árnyékot vetne a házak falára. A harmadik kérdés ez a parkolás és közlekedés. A most készülő tervekben egy nagyon pontos közlekedési tervet is majd szerepeltetni kell. Mi azt várjuk el, azt kérjük, hogy ezek az Alkotás út, illetve a Hegyalja úton kerüljenek elhelyezésre maguk az épületek, és innen is nyíljanak föl, tehát innen legyen a bejáratuk, itt legyenek a parkolók, ha buszok jönnek vidékről, akkor azok a Hegyalja úti oldalon álljanak meg, és az autók se, lehetőség szerint a gyalogosok se, de az autók semmiképpen se jöjjenek be a Csörsz utca kis utcás vidékére.
Most még autók parkolnak a testnevelési egyetem leégett atlétikai csarnokának helyén. A fejlesztés során részben ezt a területet is parkosítják majd, illetve sportpályák kapnak majd itt helyet. A jelenlegi kampusz területén álló épületek egy részét lebontják, a műemlék épületeket felújítják, kollégiumot és uszodát építenek, valamint növelik a zöld felületek nagyságát. A tervek szerint a sportkórház elköltözése után az egyetem hasznosítja majd a felszabaduló épületeket. Minden kórhű épületet az eredeti állapotba visszaállítunk, amennyire lehet. Ez azt jelenti, hogy a terület újraparkosítása, újraközművesítése fog megtörténni. A rendszeridegen, úgynevezett területidegen épületeket pedig lebontjuk. Ez jelenti azt a ilyen pirosas, vöröses színű épületet a Győri úton, amely, ha jól emlékszem, akkor a 60-as években épült, tehát annak a bontásával számolunk, és annak is egy nyitott parkostér készül el. Illetve a H-épületet fogjuk még felújítani, ez egy 16 ezer négyzetméteres épület, korábbi H-épület, az lesz az egyetem új főépülete. A testnevelési egyetem fejlesztésével kapcsolatban tovább folynak az egyeztetések, a végleges terveket a következő hónapokban mutatják be. Tűz ütött ki kedreggel az Óbudai Szent Margit kórházban. A lángok a patológián csaptak fel, a kórház egy részét ki kellett üríteni. Még vizsgálják, mi okozhatta a tüzet, sajtóinformációk szerint egy mennyezeti lámpatest gyulladt ki. A fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet, nem sérült meg senki. Az érintett szintet egy nagy teljesítményű ventilátorral szellőztették ki. Változik az élelmiszerkönyv kenyerekre és péksüteményekre vonatkozó szabályozása. A rendelet számos új kenyérfajtát szabályoz, és gazdagodott a leírás, amely rögzíti az összetételt, érzékszervi tulajdonságokat, a megjelenést és a kémiai paramétereket. A változtatások legkésőbb fél év múlva hatályba léphetnek. A szabályok betartását a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrzi majd. Egyedülálló kutatást indított az ELTE etológia tanszéke és az MTA. A szakemberek 5 éven át vizsgálják majd az emberrel együtt élő kutyák öregedési folyamatát. Ennek pontos megismerése ugyanis hozzájárulhat a kutyák élettartamának meghosszabbításához és az emberi öregedés egyes jelenségeinek megértéséhez. Tréningre érkezett Kamilla az ELTE etológia tanszékére. Ő is egyike annak a 100 kutyának, akik részt vesznek az ELTE és az MTA új kutatásában, amely a kutyák öregedését vizsgálja majd. A kutyák 5-ször gyorsabban öregednek, mint az emberek. Az öregedésük nagyon hasonlít viszont az emberéhez. Tehát az emberi öregedéshez képest a kutyákon sokkal gyorsabban tudjuk majd tanulmányozni magát a folyamatot. Az 5 éves kutatás során többféle módszerrel vizsgálják majd a családoknál élő négylábú kedvenceket. A kutyák többek között egy fMRI, vagyis mágneses rezonancia vizsgálaton is részt vesznek, amivel az agyi folyamatokat tudják tanulmányozni a kutatók. Így például azt, hogy a külső ingerek feldolgozása miként változik meg az idő előre haladtával. A tesztekhez azonban a kutyáknak meg kell tanulniuk, hogy hosszú percekig nem mozoghatnak. 6-8 percet végig hasalnak úgy, hogy csak a végén egyszer kapnak majd jutalomfeladatot, és közben csak várják, és ezt megértetni velük azért ez egy kis idő. Ez pedig már egy másik vizsgálat. A kutyákra GPS-t szerelnek, amivel a mozgásuk mennyiségének és intenzitásának változásait is mérni tudják a kutatók. A 11-12 éves kutyák majdnem harmada, a 15-16 éveseknek pedig körülbelül 70%-a az időskori emberi demenciának megfeleltethető zavarokat mutat. Van, hogy az aktivitásuk lecsökkent, de ezzel szemben megtörténhet az is, hogy éjszaka például elkezd a kutya fel alá mászkálni, amit korábban nem csinált, fölébred és sétál, és mondjuk zavarja a házban lakókat. Emellett megesik az is, hogy a szociális viselkedése, az emberhez való viszonya átalakul egy kicsit. Itt is bekövetkezhet az, hogy sokkal jobban ígérni az ember társaságát, vagy egész egyszerűen nem élvezi annyira azt, hogy simogatják, mint régen. Ami még föltűnő szokott lenni, az az, hogyha a szobatisztasággal történnek problémák. A kutatás éppen azért fontos, mert az öregedés folyamatának pontosabb megismerése hozzájárulhat a kutyák élettartamának meghosszabbításához, valamint az emberi öregedés egyes jelenségeinek megértéséhez. Van egy nagyon praktikus végcélunk is, szeretnénk egy olyan diagnosztikai eszközt kifejleszteni, ami az állatorvosi praxisban is használható lesz, és képes arra, hogy prognózist adjon, tehát megmondja azt, hogy a kutya
most milyen állapotban van, és hogy ebből mire lehet számítani a jövőben, és akkor már megelőző terápiákat is be lehet vetni esetleg, és ezzel növelhető a kutyának az egészséges élettartama. A vizsgálatokhoz továbbra is várják a 8 évesnél idősebb kutyák és gazdáik jelentkezését. Több mint 50 filmvetítés, koncertek, kiállítások, színházi és táncelőadások várják az érdeklődőket a Frankofon Filmnapok és Fesztivál ideje alatt. Február 26-a és április 2-a között Budapesten és több vidéki nagyvárosban bárki közelebb kerülhet a Frankofon kultúrához. Idén is a filmnapokkal indul a Frankofon Fesztivál. 10 napon át több mint 50 filmvetítés várja a mozizni vágyókat Budapesten, az Uránia és a Cirko Geyser moziban. A filmnapok programjában nem csak francia, hanem többek között belga, svájci, görög, kanadai és tunéziai alkotások is szerepelnek. A filmvetítések mellett február 26-a és április 2-a között a frankofon kultúra egyéb területeit is megismerhetik az érdeklődők. A fesztivál három pilléren nyugszik. A filmvetítések mellett az egyéb kulturális programok és az oktatási események is sok érdeklődőt vonzanak, mondta a sajtótájékoztatón a Budapesti Francia Intézet igazgatója. Magyar Levente államtitkár és miniszteri biztos szerint Budapest kulturális életének egyik legfontosabb eseménysorozata lett a Frankofon Fesztivál, amit most rendeznek meg 16. alkalommal. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5 millió, a Külügyminisztérium pedig 2 millió forinttal támogatja a fesztivált. Magyar Levente azt mondja, a frankofon országokkal való kapcsolattartás gazdasági és kulturális szempontból is fontos Magyarország számára. Hogyha van a nyelve iránt elkötelezett nép, azt gondolom, hogy a magyar is talán kevés, ha egyáltalán vannak még olyan népek a világon, amelyek identitását olyan mértékben határozzák meg a nyelv, mint amilyenket. Tehát amikor a nyelv védelmének az ügyéről beszélünk, akkor a magyarok azt gondolom erre különösen fogékonyak. A saját nyelvünk védelmét viszont csak úgy tudjuk sikeresen elvégezni, hogyha nyitottak vagyunk más nyelvek, más kultúrák iránt, és így módon teremtünk nagyobb teret a saját kultúrának, a saját nyelvünk használatának. Az idei fesztiválon aktuális problémákkal is foglalkoznak majd. Így például konferenciát tartanak a migrációról. Emelte ki a programok közül Franciaország magyarországi nagykövete, aki szintén hangsúlyozta a különféle nyelvek védelmének fontosságát. Kulturális, politikai és pénzügyi vonalon is fontos számunkra, hogy megvédjük a nyelveket és támogassuk a sokszínűséget, ezzel elkerülve az uniformizálódást, mondja a nagykövet. A frankofon kultúra Európán túl a francia és belga gyarmati birodalmak hagyatékát jelöli. Frankofon országnak számít Franciaország, Belgium, Monaco, Kanada, Svájc, Haiti, Libanon és néhány afrikai ország, amelyek korábban francia vagy belga gyarmatok voltak. A Budapesten és több vidéki nagyvárosban zajló Frankofon Fesztivál részletes programja a Francia Intézet honlapján is elérhető. Drágul a gázolaj szerdán. Brutto 4 forinttal emeli a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL, a 95-ös benzinén nem változik. Az emeléssel a gázolaj átlagára 300-301 forintra nő, a benzinára 298-299 forint marad. Legutóbb múlt szerdán változtak az árak, akkor a benzin átlagára 2 forinttal, a gázolajé 3 forinttal csökkent. Híradónkat online is követhetik honlapunkon, a hegyvidéktv.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!